30 éve azt gondoltuk, hogy a történelem szemétdombjára hajítottuk a kommunista észjárást, amely a nemzetek végét és a nemzetek felettiséget hirdette. Úgy látszik, tévedtünk. A jelszó ma ugyanaz. Nemzetközivé lesz holnapra a világ. Megint nemzetek nélküli világot hirdetnek, nyílt társadalmakat akarnak, és nemzetek feletti világkormányt eszkábálnak. És újra itt vannak azok, akik eltörölnék a hagyományainkat, és idegen kultúrával árasztanák el országainkat. 30 évvel a rendszerváltás után, egy összeurópai parlamenti választás előestéjén oda jutott Európa, hogy nekünk újra ki kell állnunk a magyarságunkért, a keresztény mi voltunkért, védeni kell a családjainkat, a közösségeinket, és védeni kell a szabadságunkat is. Jó lesne, ránk is férne már egy kis békesség. De az internacionáléból azt is tudjuk, hogy ők sohasem nyughatnak. Mert, idézem őket, ez a harc lesz a végső. Ma is külföldről irányítják őket. Az új internacionalizmus fellegvára Brüsszel, eszköze pedig a bevándorlás. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A brüsszeli fiókok tele vannak tervekkel, és ha esélyt kapnak rá, elő is rántják őket. Brüsszelben már elkészült és bevetésre készen áll az a 7 pontos munkaterv, amely az európai választások után egész Európát bevándorló kontinensé akarják alakítani. Soros György nyíltan meghirdette, az ő célja a migránsok védelme, és az akadályt a nemzeti határok jelentik. És végül letörlendő az ellenállást, megzsarolva az ellenszegülő országokat, pénzügyi büntetést akarnak kiszabni azokra, akik nem engedelmeskednek. A migrációról az emberek eddig csak nálunk mondhatták el a véleményüket. Most itt az alkalom, egész Európa megteheti. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A migráció növeli a bűnözést, különösen a nők elleni bűncselekményeket, és behurcolja közénk a terrorizmus vírusát. A bevándorló országokban keresztény-muszlim világ jön létre, folyamatosan zsugorodó keresztény arányjal. A magukat félistennek képzelő pénzembereknek, az érdekükben eljáró brüsszeli bürokratáknak és a pénzükön hízlalt álcivileknek, akik meg akarják mondani nekünk, hogyan és kikkel éljünk, hogyan beszéljünk és mire neveljük a gyermekeinket, nemet kell mondanunk. Nem törhetnek át, még csak rést sem találhatnak. A harc nyíltá vált, mióta a bevándorlás párti hadak élére Soros György egy Timmermans nevű szocialistát állított. Erről szól az európai választás, erre készül Brüsszel.